Sziasztok! Én Lasi vagyok, és arra gondoltam, hogy a csatornámon elindítok egy új videósorozatot. A sorozatnak a címe Felnőtt percek lesz, és pár részen keresztül ki fogjuk majd taglalni a felnőttnek a típusait, gyártás technológiát, az ET-számot, könnyű fényfelnik, lemez felnik, megpróbáljuk szétbontogatni, hogy mi miért jó, hogy éppen nem jó. Itt az első részben beszéljük akkor egyből a felnit típusokról. Gondolom, hogy több embernek világos, hogy megkülönböztetünk lemez felnit és alufelnit. Valószínű, nagyon sok ember az autó csak A-ból B-be közlekedésre használja, így igazából nem törődik és nem foglalkozik azzal, hogy ingurul az autó. De viszont rengetegen vagyunk azok, akiknek viszont számít, hogy az autó ingurul. Van, akinek elég csak a dizájn, hogy jól nézzen ki, van, aki pedig próbál minőséget is rakni az autó alá. Én is ezek közé tartozok. Ha van rá mód, akkor minél könnyebb, minél erősebb kereket próbálok keríteni mindegyik autóm alá. Ugye ő itt egy lemezfelni, manapság egyre kevesebbet lehet belőlük látni. Az új autókat is már egyre ritkábban adják ki lemezfelnikkel. Standard 15-ös, 16-os alufelninél kisebbel már nemigen jönnek ki új autók a szalomból. Róla nem is akarok igazából túl sokat beszélni. Van, aki még használja esetleg tériszetnek, de nyáron már abszolút nem. Ez a felni valószínűleg gravitációs öntéssel készült. Nagyon vastag húsa van a felninek mindenhol. Ezzel próbálják kompenzálni az anyag minőséget, mivel gravitációs öntéskor nem túl tömör az alumínium szerkezete, így a fal vastagsággal próbálják kiküszöbölni a tehervírást. Az ilyen típusú alumínium kerékpárcsa tömörsége elmarad más eljárás szerint gyártottakétól. Az ilyen felnőttnek lényegében nagyobb tömegre van szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek a terhelési követelményeknek. Manapság ez a gyártási folyamat nem túl népszerű, már olcsó, de nem túl minőségi felnőttet hoznak így létre, és szép lassan ezeket elkerülik. A következő felni öntési eljárás, ami gyakorlatilag a felni 90%-át le is fedi, alacsony nyomáson történő öntés. Itt már anyag vastagság vékonyabb, mint az előző eljárásnál, és tömörebb az alumínium ötvözetnek a szerkezete, ezáltal valamivel könnyebb a felni, ugyanakkor erősebb is a korábbi társaiknál. Ez a felni, amit előttem van, ő egy replika szett, de már ő is ezen a nyomáson történő öntés következében gyártódik. Még a másik, pedig ugye a gravitációs öntéssel. A két felni mérete majdnem megegyezik, mert mind a kettő 15-szolos, ET0-val, viszont ő 7-szolos volt, és több mint 9 kg. Ő pedig 8-szolos és alig 7 kg. Tehát 1 szóval szélesebb és mégis 2 kg-val könnyebb. Manapság a legtöbb felni kis nyomású öntéssel készül. A gravitációs öntéshez képest gyorsabban, alacsony nyomással lövik be a formába. Ezáltal az anyag mechanikai tulajdonságai vagy a tömörség miatt javulnak. A gravitációs öntéssel viszonyítva ennek a módszernek már valamiben magasabb a gyártási költsége. Ugyanakkor a gyártási eljárás manapság a legelterjedtebb az ötvözött felnik esetében. Most egy részes kovácsolt felnél nincs itthon, de az épülő szettemnek a teste, ugye ez a belső harang, ez egy japán work felninek a harangja. Ő hidegfolyatással készül, ami pedig azt takarja magában, hogy a formát megpörgetik. Fönt van egy gépen, majd próbálok róla a videót keresni, és akkor becsatolom. És a forma pörgetése közben egy ellendarab a tárcsa peremes részét próbálja kialakítani,
rányomódik, és azt préselve készül el a végső forma. Ezáltal maga az anyag szerkezete még sokkal-sokkal tömörebb lesz, ugyanakkor sokkal vékonyabb falvastagsággal tudunk játszani. Most itt nem tudom, látszik-e a képen, ez a falvastagság, ez körülbelül 5 mm. És ez a test, amit van a kezemben, maximum 1,5 kg. Hogyha össze lesz rakva, 5-6 kg lenne, még ezen lesz majd nehezebb. Nyilván a csillag adja meg majd a súlynak a java részét, mert az egy öntött részből fog majd állni. Felnigyártásnak a krémje, azok a kovácsolt felnik. Volt több kovácsolt szettem is, kedvencem a TL37. Most ugyanabban a méretben, ops, nem elejtettem, egy TL37 ugyanabban a méretben, mint ami ott van. Az, ugye az a rotafelni az 7 kg, a TL37 meg körülbelül 5 kg, tehát még 2 kg-val könnyebb ahhoz képest is. Ahhoz képest pedig 4 kg-val könnyebb. Ami azért nagyon nem mindegy a robozorlatunk tömegnél, hogyha észbe tartjuk ezeket a számokat. Ugye, és akkor beszéltünk a kovácsolt felnikről, mint például a TL37, ő egy részből van, egy tömör tömbből van kipréselve, és a végén készre munkálják CNC technológiával, eszergálják és marják. Gyakorlatilag részemről a felniknek a number one-ja. Rengeteg kovácsolt felnik készül, német piac, amerikai piac, japán piac, de szerintem japán piac, és azon is belül a Wolf Racing a kimagaslik az összes többi közül. És akkor végül megérje extra könnyű felniket vásárolni a 400 millió alá. Sokan azt mondják, hogy ázódérbe közlekedik, teljesen fölösleges. Minek? Mások megveszik a különböző replikakárniket, nem számít, hogy könnyű vagy nehéz, valahogy nézzen ki az autó alatt, meg lehessen a diszkó előtt jelenni, tetszen a lányoknak. Ott van a harmadik réteg, akik próbálják az autót minden szempontból a legjobb szintre hozni, és ebbe belejátszik a felni is. Mikor azt mondom, hogy rugozatlan tömeg, és minél könnyebb kerékkel próbáljunk, keríteni az autó alá, sokan azt mondják, hogy értelmetlen, mert nem mennek vele versenypályára. Csak ugye a rugozatlan tömeg itt nem áll, mert most megyünk versenypályára, vagy nem megyünk versenypályára, mert a gyorsulásban nem nagyon fogod észrevenni, sőt a tékezésben sem fogod észrevenni. Pedig az autónak az úttartása, a komfort érzete, és sok mindenben közrejátszik a rugozatlan tömeg. A saját tapasztalatom az, hogy egy ugyanolyan méretű, könnyű, illetve nehéz kerék között a legnagyobb különbség komfort érzetben is már megnyilvánul. Sokkal jobban veszi az úthibákat, és nem kap akkor a terhelést a lengéscsillapító, a stabpálcák, összekötők, szilentek. Összességében ezek az alkatrészek sokkal több időt, sokkal több kilométert fognak kibírni, elfutni egy könnyű kerék révén. Megpróbálnám illusztrálni egy kis egyszerű rajzal, például, hogy egy könnyű és egy nehéz felni esetében mekkora különbségek lehetnek. Aki fizikából nagyon jó, az ki is tudja esetleg számolni, sőt, akár kommentben meg is csinálhatja nekem a képletet hozzá. Lényeg a lényeg, veszünk egy aszfaltot, van benne egy szép nagy gödör. Eddig nagyjából szerintem látszik. Jön itt a Lasi bácsi, nagy tempóval az autóval, és belemegy a kátyúba. Itt mikor lefele érkezik a kátyú felé, még nincsen olyan nagy baj, hanem mikor fölfele jön, és ezt a patkás részt itt elkapja a kerék, akkor fog fölfele ütni hatalmasat a felni, amit majd a lengéscsillapítónak kell feldolgozni. Most, hogyha ez a felni teszük fel mondjuk 10 kg, megyünk egy 100-as tempóval, 100 km per óra. Nyilván számít az is, hogy itt mekkora ez a gödör. Most csak egy pici kis kátyú, vagy egy nagyobb méretű kátyú. De hogyha ugyanennél a tempónál nem 10 kg-os felni van fönt, most nyilván gumi nincsen hozzáadva, hanem mondjuk csak egy 6 kg-os felni, akkor ezek a szorzók teljesen máshogy fog alakulni. Ezek a szorzók teljesen máshogy fognak alakulni, és nem a kettő közti 4 kg fog majd szerepelni a szorzatnak a végén, hanem ugye összeadódnak itt a sebességnek is a szorzata, meg a kártyónak a mérete is.
Tehát itt nem ez a 4 kg különbség lesz, hanem itt lehet 20-30-40-50 kg-os különbség is, attól függően, hogy mennyivel megyünk, meg milyen mély a kátyú, meg hogy mennyire könnyű a felnénk. És most a lengéscsillapító ezt a plusz terhelést el tudja nyelni, csillapítani, vagy éppen nem tudja. Már lehet, hogy mondjuk a 10 kg-os súly volt a gyári méretünk, ez egy könnyebb, de ha felrakunk valami ezt a nehéz felnit, akkor ez nem 10, az nem mondjuk 12 kg. Ez egy egyszerű kis módszerámra volt, de saját példámmal is éljek. Annak idején, mikor elkezdtem én is így a pályázáson nagyjából ismerkedni, volt egy Corolla 12-m, és legelőször, amit vettem rá, egy alufelnő volt, nem számított, hogy mi a súlya, fogalmam sem volt a rugózatlan tömegről, nézzen ki valahogy a kocsi alatt. 17x7-es, azt hiszem RT38-as doc felni volt, nem emlékszem már a súlyára, de nem volt egy könnyű darab, és vele is voltam már hungaroringen, meg hozzá társult egy FK Gewinde, hát egy viszonylag kemény futómű. Úgyhogy ha rázókére raktam az autót, akkor elég sokszor volt, hogy a gumi bele-beleért a sávvédő dobbetétbe. Tehát annyit tudott rajta ütni a rázókő, hogy fölfele már nem volt képes elviselni, vagyis el tudta viselni, de hogy tudott akkorát mozogni, hogy beleérjen a dobbetétbe, és utána szépen mellébutott ki is kuttatta. Majd később erről a boss felnőről váltottam egy OZ Superlegerre a felnőre, ami RT számmal egyel volt eltérő, de RT37 volt, tehát 1 mm-rel volt ráadásul még kintebb. És ebben a szettel, mikor voltam Hungaroringen, egyetlen egyszer sem ért bele a gumia dobbetétbe. A két felné gumikombó között, most nem akarok hülyeséget mondani, de 3-4 kg különbség biztos, hogy volt. Nyilván az OZ már másik gumi volt, mint a Dodson. Azt hiszem, hogy Dodson arra akkor éppen új gumi került, tehát nyilván az új gumi az húsosabb. Ja, meg ugyanakkor a gumi között is óriási nagy különbség van, tehát ugyanabban a méretben, különböző gyártóknál 2-3 kg különbség a gumiknál is van. Nagyjából ennyi lett volna ez a videó. Próbáltam összeszedegetni, hogy mit, miért, hogyan felgyártásokat, hogy készülnek. Ha valamit kihagytam, vagy nem jól mondtam, akkor azt nyugodtan jelezzétek, és akkor majd következő videóba kijavítjuk. Ugyanakkor nem szeretnék ebbe a dologban nagyon hittérítő lenni, mindenki olyat vesz magának, amilyet szeretne, hogy éppen a pénztárcáján megenged. Manapság már az új felni gyártók az ilyen közepes árfekvésbe is próbálnak törekedni a minél könnyebb felnik előállítására, mivel rájöttek, hogy sokkal inkább eladható úgy, hogyha az a felni nem csak jól néz ki, hanem könnyű is. Ha szétnéztek, próbáltak adatokat veríteni róla interneten, vagy az importőrtől, akkor akkor találhatok viszonylag könnyű felniket a megfelelő méretben saját részre is, akkor is, hogyha az nem egy kovácsolt, hanem csak egy sima ütött felni. Magam részéről maradok továbbra is a könnyű és erős japán felniknél. Ti pedig tegyetek a pénztárcátok és legjobb belátásotok szerint. Ha kell valami ezt a segítség vagy információ felni vásárlással kapcsolatban, nagyon szívesen segítek. Tegyétek fel kommentbe a kérdéseiteket. A következő felni perces videóban lehet, hogy fogom majd beszélni az RT számról, meg hogy kell majd RT számot számolni. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és legközelebb folytatjuk majd a felni perceket egy másik témával. Ugyanakkor remélem, hogy most már tudunk érdemben haladni a Pandával is, és szép lassan visszakerül majd a motor bele. Egyre jobban várom már, hogy újra tudjak felegurulni az utakon. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!